A Farkas Gyula közoktatási intézmény néhány tanulóját az a megtisztelés érte, hogy 2009. október 8-án a Békés megyei tudásházba, a régi megyei könyvtárba látogathatott. Ott személyesen találkozhattak Máté Fi Eszterrel, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitányával. Az érdeklődő közönség elsőként egy rövid áttekintést kaphatott Eszti sportmúltjáról, majd ehhez kapcsolódóan tehettek fel kérdéseket. Megtudtuk, hogy jelenlegi csapata 58 mérkőzés alatt majdnem 300 gólt lőtt. Egy hete Fehéroroszországban, Minskben, EHF kupa keretén belül játszott a csapat, ahol 11 góllal nyertek. Szerdán pedig legyőzték a Fradit a Fradi pályán, ami meglepetésnek számít. Ő maga játékosként a világbajnoki ezüstig és olimpiai bronzéremig vitte. A Dunafer csapatával EHF kupát és bajnokok ligáját is nyert. 10 éve lépett edzői pályára, Békés Csabára 3 éve került. Mesélt nekünk Görbic Anitáról, Vérten Orsolyáról és Pálingá Katalinról is, így megtudtuk, hogy az életben is ugyanolyan jó emberek, mint a sportban, és nagyon jó barátságban is állnak egymással. Számára örökké emlékezetesek maradnak azok a pillanatok, amiket a csapattal tölt. Még most kerültem oda a válogatotthoz, és az út elején járunk, de szeretném, hogyha egy ütőképes válogatott tudnék összehozni, amely ott marad a világ élvonalában. Nagyon hosszú időn keresztül a magyar válogatott ez mindig ott volt a világversenyeken, érmeket szerzett, és azt szeretném, hogyha egy hasonló játékerőt képviselő válogatottat tudnék összehozni. Békés Csabai csapatában játszanak olyan tehetséges Békés megyei fiatalok, mint például Békési Cifra Anita, a Kondorosi Hajdú Csenge, a Békés Csabai Gávai Szonya, akik előtt nagy jövő áll, hiszen a tehetségük mellé jó nagy szív és szorgalom társul. Máté Fi Eszter elmondása szerint, szigorú edző vagyok, de közvetlen. Játékosaim olyanok, mint én, nem ismernek lehetetlent.